Sámuel első könyve 16. rész, Sámuel felkeni Dávidot Izrael királyává. Az úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az úr ezt felelte vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Azután hívd meg isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, a megmondta neki az úr. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték. Békés szándékkal jöttél -e? Békés szándékkal felelte azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az úr előtt. De az úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta. Őt sem választotta az úr, azután Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az úr. Hét fiát vezette így oda Isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta Isainak ezeket nem választotta az úr. Majd megkérdezte Sámuel isaitól, itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érteküldött tehát, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente őt. Akkor az úr szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Dávid Saul udvarába kerül. Saultól viszont eltávozott az úr és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak, látod, Istennek egy gonosz szelleme gyötörtéged, de a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd valamit, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáinak, keressetek hát nekem egy embert, aki szépen tud játszani a lanton, és hozzátok ide hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemi isai egyik fiát, aki tud lanton játszani, derékférfi, harcra termett, okosbeszédű, beszédű, daliás ember, és vele van az úr. Saul tehát követeket küldött isaihoz ezzel az üzenettel. Küld el hozzám Dávidot, a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte Saulnak a fiával Dáviddal. Dávid megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött, ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor ezt üzente Saul isainak: "Hat szolgáljon engem, Dávid, mert igen megkedveltem. És valahányszor Istennek az a szelleme megszállta Sault, fogta Dávid a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle.